a francba voltam 2,5 hónapig? Nem, hűtlen voltam. Bocsánat. Kicsit átköltöztem a TikTokra, ahol 2 hónap alatt közel 30 ezer követőnél tart. Elég a dumából, itt vagyok újra, és itt is maradok. Kezdjük! Visszahívlak. Az a probléma, hogy ennek a csatornának nincs egy rendes intrója. Éppen ezért arra gondoltam, hogy itt lenne az ideje, hogy végre csináljunk egy. Szóval ott tartottunk 2 másodperccel ezelőtt, és nézd meg, mi lett azóta az aranybarna őszi lombom. Hogy ennek a csatornára kéne valami normális intro. Olyan bemutatkozó filmféle, hogy aki ide téved, az tudja, hogy nagyjából mire számítson. Most aktuális... Ájjjj! Szóval most aktuálisan ennek a vlognak az első része van kint, de az nem annyira bemutatkozás. Illetve azóta eltelt egy kis idő, szerintem biztosan tudnék már jobbat csinálni. A koncepció az, hogy tegyük bele különböző autókat különböző helyszíneken, és ez lenne az egyik. Ez az egyik helyszín. Határautó, nagy pusztaság, tök jó, és itt pedig a terv az, hogy... Szóval a terv az, hogy adjunk a 4x4-nek. Nem szoktunk órákig bemutatkozni, úgyhogy ne legyen túl hosszú. Egy 2-3 perc. Mondjuk el azt, hogy ki vagyok én, és miért nem vagyok normális. Megmutatom a kis kütyüimet, amikkel imádok szórakozni. És ha mindez megvan, akkor megfogjuk ezt a cuccot, és összegyúrjuk valami bemutatkozásszerű. Bemutatkozásszerűvé. De ez k***a hideg! Ő is lesz benne természetesen. Mármint nem ő persze a pici, hanem az igazi, a nagy. De ahhoz ennek először el kell olvadni. Oda valami olyasmit tennetek. Ezt nem láttátok. Szóval oda valami olyasmit tervezek, ami a sorozat elején volt, hogy jön szembe, naplemente, mit tudom én, hát hogy ez hogy fog itt megvalósulni, azt mondjuk nem tudom. Ezt muszáj megmutatnom. Figyelj! Az van, hogy amíg szórakoztam a kamerabeállításokkal, addig itt annyira süt a nap, hogy elkezdett olvadni, és... Nézd! Az ülés, vizes, ajtó. Hát ez komoly. És akkor ide fogok én most ráülni. Na, ez megvan. Kicsit a seggem elázott, de ki nem szükre le. Következő az, hogy felküldöm a drónt a levegőbe, és végignézettem vele, ahogy itt tökörködök a szántóföldön. Gyere, madárka! De most honnan szálljunk fel? Olyan szép leszállót vettem, narancsárga, kör alakú, még H betű is van rajta, csak soha nem hozom el magammal sehova. Jó lesz ám itt? Igazából fű nincs, amit összeszedjen. Felszállunk, Roger. Willy, mi a Vektor Viktor? A poén most nem akarnám lelőni, úgyhogy az elkészült felvételt tessék majd megnézni a végső intróban. Na jó, egy picit, egy gombos tűfej nyit megnyitott. Kész van! Szerintem nagyon állat lett! Gyere le, pajtás! Az eredmény most nem mutatom meg, csak... Pici zöld, pici hó! Kis növényzet! Igazából tényleg menni akartam már, de felhőség, elbújva a felhők mögött a nap, lent az autó, a havas táj, muszáj csinálnom egy timelapse videót. Tudom, túl sokan használják, túlbecsülik, túlértékelik ezt a cuccot, de nekem tetszik. Most viszont úgy gondolom, hogy bármennyire jó is volt itt,
Ennek a forgatási napnak vége. Ezt a helyszínt idejelen elhagyni, ugyanis kezd ideg lenni. Na, eltelt 4 nap. Teljesen elolvadt az összes hó. Néha még a nap is kisüt. Plusz 8 fok van. Mondjuk a szél az iszonyatosan fúj. De nem lehet mindig halogatni minden. Nem lehet várni a tökéletes időpontra. Ugyanis a tökéletes időpont az mindig éppen most van. Második forgatási nap. Ez egy teljesen más hely. Itt az a terv, hogy megcsináljuk a Knight Ridernek az intro jelenetét. Azt, amikor jön szembe a sivatagba. Hát sivatag. Igazából az nem sivatag. Az a Mojave sivatagon belül egy El Mirage nevezetű tónak a kiszáradt medre. Hát nekünk akkora tavunk a Balaton van, az meg tele van vízzel. De még mielőtt elkezdeném ezt az egészet, muszáj megmutatnom, hogy újfent történt valami. Soha semmi nem megy simán. Majdnem baleset. Jöttem abból a kanyarból. Azt akartam, hogy jó legyen a felvétel. És elég jól megnyomtam a gázpedált. Nem kellett volna, ugyanis nem számítottam arra, hogy itt ez az út tiszta kavicsos, hiszen nemrég még hó alatt volt minden. Kicsit túl nagyra választottam a sebességet, majdnem belecsúsztam az árokba. Hiába nyomtam a féket. A kocsi most ott áll, de én bizisten nem merek visszamenni a szélére. Idáig jöttem, itt vannak a féknyomaim. Itt állt meg a kerék, és itt az árok. Mennyi ez? Egy arasznyi körülbelül. Ott tartottunk, hogy mivel nem akarok a Balatonban fürdeni, választottam egy egész hasonló helyszínt, annyiban hasonló, hogy hosszú egyenes út jön, ahol be tudom állítani a kamerát és jövök szembe Kittel. Viszont az a kérdés, hogy két út van egymással párhuzamosan, melyik legyen az? Legyen ez kavicsos, mellette mondjuk van egy autó, a másik oldalon szántó. A másik opció ennek a másik oldalán van. Az út alatt áthaladva a magyar szép művészeti gyöngyszemeket lehet megcsodálni. Ha valaki tudja, hogy mit jelent a si, vis, pacem, para, bellum, írja alá meg, légy szíves. Én csak annyit tudok, hogy a parabellum az egy fegyver, de ez az? Ez a másik verzió. Ez legalább aszfaltus. Á, rájöttem ám, ez nem lesz jó. Fák vannak körülötte. A sivatagban nem voltak fák. Hát akkor marad mégis ez a helyszín. Bemegyek egy kicsit oda hátra, és meg kell oldanom egy problémát. Hogyan csináljuk meg egy olyan felvételt, hogy a kocsi szembe jön és elmegy alattuk. Ők ezt akkor úgy oldották meg, hogy építettek ilyen állványszerű akármit. 2 létra volt az oldalán, középen meg egy köműves palló. És feltették az operatőrt a kamerával a tetejére, és a kocsi pedig elment alattuk. Nekünk ez manapság jóval egyszerűbb. Felökön Varjú Vil most a levegőbe, ő szépen felvesz mindent, én meg nem csinálok semmit, csak vezetek. Középen beállítottam, nagyjából középen vagyunk. Lehet, hogy jó lesz. Az akciót sikeresnek nyilvánítom, ugyanis éppen lemerült az axi, amire eljutottam oda, hogy szerintem mindent felvettem. Többször megpróbáltam, több magasságból, több sebességgel, valami csak lesz jó. Ebből a projektből még annyi van hátra, hogy megvágom az egészet, rakok hozzá képeket, kicsit megszínezem a hátteret, mit tudom én, de az már nem izgalmas. How do you believe a man existed who could not be stopped by it? Is he a man or a monster? Back to the animalistic. Hát ez a kamera meg majdnem itt maradt!